A Nemzeti Adó és Vámhivatal március 1-től folyamatosan, de legkésőbb március 15-től minden érintett számára elérhetővé teszi a bevallási tervezeteket. Az e-SZIA portálon keresztül az ügyfélkapus azonosítóval rendelkezők számítógépen, de akár okostelefonon is megtekinthetik, és ha szükséges, módosíthatják, kiegészíthetik a dokumentumot. Aki egyetért a tervezet adataival, a jóváhagyást követően azonnal továbbíthatja is a hivatal felé, vagy a tervezet a kiajánlott adatokkal érvényes SZIA bevallássá válik május 20-án. Vannak azonban kivételek, akiknek nem lesz automatikusan bevallása tervezetből. Ez pedig az egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő és az áfás magánszemély. Nekik az a feladatuk, hogy ezt a bevallási tervezetet a vállalkozás adataival kiegészítsék, hogyha kell, akkor módosítsák az adatokat, és jóvá kell hagyniuk ezt a bevallást, akkor lesz ebből hivatalos bevallás. Akinek nincs elektronikus elérési lehetősége, március 15-e éjfélig kérheti a tervezet postázását SMS-ben, levélben, telefonon vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon. Az április 30-áig postázott küldemény a tervezetek mellett az 1+1%-os rendelkező nyilatkozatot és válaszborítékot is tartalmaz. Az 1+1% felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan elektronikusan és papíron is lehet rendelkezni május 20-áig. Mindezek mellett vannak olyan adózók is, akiknek önállóan kell benyújtani az SZIA bevallást. Azon adózókra érvényes, akikről a kifizető nem ad adatszolgáltatást a hivatalnak, vagy pedig nem kifizetőtől származó jövedelmük van, vagy pedig olyan jövedelmük van, amelyről nekik teljesen önállóan kell elszámolni, vagy abban az esetben is be kell nyújtani önállóan ezt a 21 SZIA nyomtatványt, hogyha létezik is bevallási tervezet, de az adózónak nincs ügyfélkapus elérési lehetősége. Ebben az esetben is május 20-áig van lehetőség a bevallás benyújtására, az adó megfizetésére és az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat leadására. Az ügyintézéssel kapcsolatban most is nyújt segítséget az adóhivatal telefonon és személyesen is.